Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Miniszter úr! Jó napot kívánok! A kormány megalakulása óta kiemelt feladatnak tekinti a magyar értékek védelmét, és ezt a célt szolgálja a kormány által elfogadott Hungarikumról szóló törvény. A Hungarikumok alapvetően a magyar nemzeti örökséget megőrzendő egyedülálló részét képezik. A magyarok hírnevét öregbítik a világban, és a magyarok megbecsülését erősítik szerte a világban. Olyan nemzeti értékekről beszélünk a Hungarikumok kapcsán, idehaza és külföldön egyaránt, amely a nemzeti örökséghez való tartozást bizonyítja mindnyájunk számára. Miért van szükség Hungarikum törvényre, amelyet ugye a kormány elfogadott és az országgyűlés elé terjesztett? Szükség van arra, hogy a nemzeti értékeinket azonosítsuk, és egy olyan törzsanyagot képezzünk, amely összefogja ezen nemzeti értékeket. Szükség van arra, hogy ezeknek a nemzeti értékeknek a gyűjteményét létrehozva világosan tudjuk nyomon követni ezen nemzeti értékeinket, ugye ez lenne a magyar értéktár, amely a Hungarikumokat gyűjteni össze. Egy neves szakértőkből álló testület lenne hivatva arra, hogy meghatározza, mely termékek, mely örökségünkhöz kapcsolódó dolgok tartozhatnak a Hungarikumok gyűjtő kategóriájába. Ez a bizottság lenne hivatva ezt szabályozni. Alapvetően a magyar kormánynak a célja az, hogy nemzeti értékeink széleskörű védelmét idehaza és külföldön is meg tudja tenni, ugyanakkor be tudja mutatni a széles közvéleménynek ezen értékeinket, meg tudja ismertetni a széles közvéleményt ezen értékeinkkel. Ezzel lényegében az ország márkát tudja párhuzamosan erősíteni, és gazdasági, kulturális és szellemi teljesítményünket is egyértelműen a nemzetközi elismertség központjába tudja helyezni. A Hungarikumról szóló törvénnyel kapcsolatban a részletekről dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter számol be önöknek. Miniszter úr! Köszönöm. Szeretettel köszöntöm Önöket, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy fontos információt szeretnék ismertetni, amely a Hungarikum törvényre, a nemzeti értékekre vonatkozik. A magyar nemzeti értékekről és a Hungarikumokról szóló törvénytervezetet a tavaszi ülésszakon tárgyalja a parlament. A tárca 2011. december 30-án nyújtotta be az országgyűléshez. Érdekemelő feladat értékeinkkel, a Hungarikumokkal foglalkozni, és a Darányi tervnek is az egyik legfontosabb eleme a Hungarikumok, a magyar értékek védelme. Ebből a szempontból a Darányi terv végrehajtásának első lépése kezdődik meg. Tisztelt hölgyeim és uraim, visszatekintve az elmúlt néhány évre, elmondható, hogy a törvény megalkotására kivételesen egységes politikai akarat adott felhatalmazást 2008. júniusában, amikor az országgyűlés egyhangulag határozott a Hungarikum törvényről. Széleskörű társadalmi egyeztetés folyt az elmúlt években, különösen 2010-2011-ben több alkalommal is megnyitottuk a társadalmi egyeztetést, mert olyan sok javaslat, elképzelés, észrevétel érkezett, hogy ezeket mindig összesítenünk kellett, és bedolgoztuk a legnagyobb részét a tervezetbe. Egyesületek, társadalmi szervezetek, a Magyar Tudományos Akadémia, a Gazdasági Versenyhivatal, érdekvédelmi szervezetek is részt vettek a munkában. Szeretném megköszönni a segítségüket, és ki szeretném emelni Lezsák Sándor úrnak, az országgyűlés alelnökének, és Simicsko István államtitkár úrnak a közreműködését. Sok parlamenti képviselő is dolgozott a törvénytervezeten. Tisztelt hölgyeim és uraim, fogalmi vita is volt annak idején még a vita kapcsán, hogy mik legyenek a Hungarikumok. Végül az az álláspont kapta a legnagyobb támogatottságot, hogy a magyar nemzeti értékek körébe sorolható magyarsághoz kapcsolódó tárgyak, szellemi és kulturális javak, szokások, jelképek, a nemzettudatot megtestesítő alkotások azok, amelyek Hungarikumként összefoglalhatóak. Magukban foglalják a világ magyarságának kincseit, a velünk élő Kárpát-medencében velünk élő nemzetiségek értékeit is, szokásait a megőrzendő örökségek közé sorolhatjuk. A
a magyar folklór kimeríthetetlen tárháza nemzeti értékeinknek, szokásaink, hagyományaink, hímzéseink, a magyar népzene mind-mind a magyar szellemiséget testesítik meg. Régi és újabb hungarikumokról egyaránt beszélhetünk, a Rubik kocka vagy a Túró Rüli a mai generációk előtt ismert igazi magyar sajátos érték, míg a régi dolgok, a már említetteken túl a magyar porcelánok, a szekérből kialakított kocsi, régi hímzések, táncok szintén ebbe a körbe tartoznak. A tervezet tartalmazza a hungarikumok számbavételének a módját is. Lépcsőzetes, egyfajta hungarikum piramist fognak az értékeink képezni. Az első körben helyben szükséges összegyűjteni ezeket az értékeket. Lokális értéktárakat, helyi értéktárakat kell összeállítani. És ezt követi a megyei és tájegységi értéktárak szállítása, amelyeket valamennyi szinten önkormányzatok, társadalmi szervezetek, muzeológusok, lokálpatrióták, néprajzosok, pedagógusok sok helyen már el is végeztek, illetve végeznek. Neves szakemberekből álló grémium a 13 fősre tervezett Hungarikum Bizottság állítja majd össze a helyi és ágazati értéktárak összesítésével a magyar értéktárat. A bizottságot rangos magyar intézmények, tudományágak, egyházak képviselői alkotják, a határon túli magyarság képviselőivel kiegészülve. A magyar értéktár legjavából választja majd ki a bizottság a jellegzetes magyar értékeket, a hungarikumokat, amelyek hungarikum tanúsító védjegyet kaphatnak. Meggyőződésem, hogy ezek a hungarikumok öregbítik hírnevünket, növelik megbecsülésünket az Európai Unióban és világszerte. Nemzeti értékeink széleskörű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése, ahogy az elhangzott, mind az ország márka erősítésében, mind gazdasági, kulturális és szellemi teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű. Végeredményben a magyarság teljesítményeit szeretnénk összesíteni. Nemzeti önbecsülésünk mellett gazdasági lehetőségeket is rejtenek a hungarikumok, segíthetik a kis és közepes vállalkozások fejlődését, megerősödését, hosszú távon javíthatják a vállalkozások életképességét, a termékek megélhetést is nyújthatnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szívesen állok rendelkezésre, hogyha van kérdésük. Én zárásként Györfi István karcegi néprajztudós gondolataira szeretnék utalni, amely áthatja a törvény szellemiségét, azt a munkát is, amelyet már az előkészítés során végeztünk, és amely sok-sok olyan értékre hívta fel a figyelmet, amelyekre igazán érdemes nyilvánosságot fordítani, amelyekre igazán érdemes odafigyelni. Györfi István a következőt mondja. Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelődést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Amennyiben kérdésük van, kérem, tegyék fel. Parancsoljon. Üdvözletem, Dunai Márton vagyok, Reutertől, bocsánat. Úgy volt, hogy lesz ma kormányülés, nem tudom, hogy volt általában is kormányülés, és tekintettel arra, hogy a miniszterelnök úr ugye délután Strasbourgban lesz, és ott mik hangzottak-e? Volt most általában kormányülés ma? Mert akkor nem teszem fel az erre vonatkozó kérdéseket. A mai kormányülés a miniszterelnök úr külföldi tartózkodása miatt elmaradt, és a holnapi nap folyamán történik. Jó, akkor nem is nagyon kérdezek mást, mint egyet. Ma a miniszterelnök úr, vagy hát ma jelent meg a Bildnek adott egy rövid interjút, amiben mondott egy olyat, amit én nem értettem, ami úgy hangzott, hogy a jegybankkal kapcsolatos európai bizottsági konkrét javaslatokat akkor is megfontolják, hogyha ez a jegybanknak adott esetben kárt okoz. Ez mit jelent, hogy milyen fajta kárt? A magyar kormány álláspontja továbbra is az, hogy a jelenleg hatályban lévő jegybanktörvény az nagyobb függetlenséget biztosít a jegybank számára, mint a korábban hatályban lévő jegybanktörvény volt. Amennyiben az Európai Unió vizsgálata azt mutatja ki, hogy ebben az új jegybanktörvényben bármiféle visszalépést kell kezdeményezni a magyar kormánynak vagy a magyar országgyűlésnek, akkor a magyar kormány álláspontja szerint a jegybank megnövekedett függetlensége ezáltal csorbát szenved. Értem, köszönöm.
Györgyi Béla, Magyar Televízió Híradó, én a miniszter úrtól kérdeznék. Mielőtt eljöttem volna, én a több olyan vállalkozással beszélgetem, aki feltehetőleg hungarikumokat gyárt, illetve forgalmaz. A tőlük kapott információt szeretném tolmácsolni. Kapnak-e azok a kis, nagy vagy közepes vállalkozások esetleg reklám lehetőséget, esetleg adókedvezményt, akik a későbbiekben vagy akár már most hungarikumot állítanak elő, illetve forgalmaznak? Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy egyáltalán a hungarikumok, ezeknek az értékeknek a védelmére lesz-e költségvetési pénz, vagy egyáltalán lesz-e forrás, és mennyi? Köszönöm szépen. Köszönöm. Vállalkozások számára mit jelent az, hogyha hungarikumokkal foglalkoznak? Meggyőződésem, hogy magában az, hogy egy termék, egy értékes termék, egy kiváló minőségű magyar élelmiszer hungarikum, és ebbe a körbe bekerül, már önmagában piaci jelentőséggel bír. Még a törvény meg sem született, már látszik az, hogy jó néhány olyan termék van, amelyre hivatkoznak, hogy hungarikum, magyar érték, figyeljünk rá oda, pedig még a szabványosítás, a jogszabályalkotás az elejénél tart. Ez mutatja az érdeklődést, a társadalmi közbeszédet, hogy a magyar termékek iránti fokozott kereslet az megnyilvánul, mutatja azt, hogy a magyarság számára ezek az értékes élelmiszerek egy plusszal bírnak, plusz értéket hordoznak. Önmagában ez egy reklám. Egy védjegyrendszer, amely egy később megalkotandó kormányrendeleten fog alapulni, ez segítheti. Ugyanakkor ahhoz, hogy jó védjegyet tudjunk alkotni, jó áru megjelölést tudjunk alkotni, látnunk kell azt, hogy mely termékekről van szó. Szóval föl kell előtte mérnünk az értéktárban azt, hogy mi a adott termékekhez legjobban illeszhető védjegy. Az állami támogatása 500 millió forint áll rendelkezésre a miniszterelnökségen. Itt megvan a háttér. Hozzátéve azt egyébként, hogy a legnagyobb támogatás a társadalom érdeklődése, az odafigyelés, a magyarság, ha értéknek tekint egy-egy szellemi terméket, élelmiszert, valamilyen olyan hagyományt, amely számunkra fontos, az minden forintnál többet ér. Az adókedvezmény az a jövő kérdése, ezt akkor lehet majd megvizsgálni, hogyha a termékek körét látjuk. Vaszka Zoltán, vagyok Népszabadságtól. Egy pontosítást szeretnék akkor kérni itt a kolléga úr kérdéséhez kapcsolatban. Ez az 500 milliárd forint, ez pontosan mire vonatkozik? Tehát ennek a rendszernek, a idézőben rendszernek a fenntartására, üzemeltetésre, vagy itt a kolléga úr kérdés, hogy a védelemre is vonatkozott, ami más típusú költséget jelentene. A másik kérdésem az lenne a miniszter úrhoz, hogy ugye, hát hogy mondani szokás, szóval a vásárló legyen a talpán, aki ma eligazodik a úgymond magyar termékek között. Ugye nemrég egy tanulmány 20-nál több ilyen különféle magyar védjegyet állapított meg, leegyszerűsítve megállapításokat, az kreál ilyen védjegyet ma jelenlegi jogi állás szerint, aki éppen akar. Tehát ugye van-e arra valamiféle elképzelésük, hogy ebbe a kuszaságba hogyan teremthetnének rendet? Tehát, hogy ezek a most jelenleg lévő védjegyek, ezek a piacon lévő X sokféle védjegy, ez továbbra is létezni fog, vagy valamilyen módon ezt ugye tudják jelezni, hogy itt ezek, hát, hogy is mondjam, szóval a helyi értékük talán nem egészen azonos ezzel a védjegye. Hogyan próbálják ezt ugye elmondani a fogyasztók felé, hogy ez tényleg magyar termék, míg szembe a másik, hát nemzeti színeket, vagy a fene se tudja mit használó védjeggyel szemben. Tehát van erre vonatkozó elképzelésük? Köszönöm. 500 millió forint az, amely a miniszterelnökségen rendelkezésre a hungarikumok támogatására. Ennek a részletes felhasználásáról később születik döntés. Hangsúlyozom, látnunk kell azt, hogy mely értékek kerülnek az értéktárba. Ami a védjegyek dzsungelét illeti, 20-nál több van, 34 féle védjegyet tartalmaz az a nyilvántartás, amely a rendelkezésemre áll. Én nem vagyok abban biztos, hogy ez egy kuszaságot tükröz. Nekem meggyőződésem az, hogy ez a döntően élelmiszer védett kategória, ez összhangban van azzal, hogy a magyar mezőgazdaság az egy sokszínűségre törekvő mezőgazdaság, rengeteg helyi termék van. Van egyfajta igény arra, hogy az emberek valamilyen megkülönböztető jelzést lássanak a termékeken, és az eligazodás segíti azt, hogy a terméken van egy felirat, mondjuk az, hogy tanyasi termék, vagy nemzeti parki termék. Nekem meggyőződésem, hogy ez nem baj, ha megy a maga útján a piacgazdaság keretei között. Az fontos, hogy a termék a valóságot tanúsítsa.
ez egy külön vizsgálatot megér. Hatóságoknak, a fogyasztóknak, a fogyasztóvédelmnek oda kell arra figyelni, hogy a termék jelzés az összhangban legyen magával a termékkel. Az, hogy mégis mi várható ezen a területen. A Hungarikum, ahogy említettem, nem kizárólag mezőgazdasági terméket jelent, az egy minőségileg más, magasabb szint. Tehát az fölé kerül a többi termékvédelemnek. De van a Vidékfejlesztési Minisztériumnak egy másik kezdeményezése is, a Magyar Termékrendelet, amely jól meghatározott fogalomrendszerrel dolgozik, Brüsszelben notifikációban, és a magyar terméknek a kérdéskörét rendbe teszi. Egy olyan vezérfonalat ad a vásárló számára, amely egyértelműen segít őt abban, hogyha megvásárol valamit, az tényleg magyar termék, a megfelelő magyar alapanyagból készül, hatóságilag ellenőrzött és ellenőrizhető, és így tovább. A többi termék az pedig éli a maga életét. Nem az a probléma, hogy sok vagy kevés a termékvédjegyek száma, hogyha elmegyünk Ausztriába, vagy Magyarországba, vagy Franciaországba egy boltba, a termékek felén van valamilyen kis árujelző arról, hogy melyik régióból származik, milyen a feldolgozottsági szintje, hegyvidéki, bio, és így tovább. A gond az, hogy az állami rendező elhiányzott a tetejéről a védjegy piramisnak, most ez a helyére kerül, legfelül a Hungarikum, mint védjegy, a középső szinten a magyar termék, ami már egy szűkebb kört érint, mert döntően élelmiszerekre vonatkozik, és az alatt vannak a többi regionális, vagy feldolgozottsághoz köthető, és így tovább védjegyek. Pancs, RTL. Paptót Erika, RTL híradó, kormány szóvivő úrtól kérdeznék két témában. Az egyik, tegnap felmerült a kismamák gyedével kapcsolatban, hogy lesz olyan, akit kompenzálni kell azért, hogy ne járjon rosszabbul az adójóváírás kivezetése miatt. Hasonló helyzetben lehetnek azok, akik hosszabb időre táppénzre kényszerülnek, és alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek. Az ő esetükben terveze a kormány hasonló kompenzációt, és hogyha igen, akkor lehet-e már tudni valamilyen részletet erről. A másik téma kör pedig a közalkalmazottak, köztisztviselőknek a végtörlesztési lehetősége. Ugye ma elmaradt a kormányülés, de közben telnek a napok. Január 30-ig elvileg a hatályos jogszabályok szerint be kellene tudni mutatni az embereknek valamit, ha jól tudom, 53 ezren vannak, arról, hogy miből végtörlesztenének. És ehhez kapcsolódva még egy kérdés, lehet-e azt tudni, hogy az a kampány, amit témakörben indítottak, levelestől, rádió, tévé reklámostól, mennyibe került és kifizette? Köszönöm. Köszönöm. Ugye tegnap a jegyes kapcsán világossá tettem, hogy máshoz hasonlóan ezek is kompenzálásra kerülnek a 2012-es évben. A táppénz kapcsán azt tudom mondani, hogy a táppénz az nem a családtámogatási rendszer betartozó kifizetés, hanem az egészségbiztosítási alapba tartozik. A táppénzt az kap, ugye, aki betegsége időtartama alatt nem tudja ellátni a munkáját, ez alapvetően rövidebb ideig tartó ellátást jelent, és itt nem indokolt az, hogy ilyen típusú kompenzációra sor kerüljön. A második kérdése a köztisztviselői végtörlesztése kapcsolatban. Ugye a mai nap folyamán előbb a Rajteszes kollégájának utaltam erre, hogy ma elmaradt a kormányülés, de a héten még két kormányülés lesz, holnap és pénteken. A héten döntés születik ebben a kérdésben. És a harmadik kérdése pedig a végtörlesztéssel kapcsolatos kampányra irányult, amelyben a levelektől kezdve a TV, rádió, spotokon át az újsághirdetésekig bezárólag ez 107 millió forintot. 107 millió forintba került, ennek a belső elosztását nem tudom, esetleg, hogyha a TV szélszeseit megkérdezi, akkor többet tudnak mondani arról, hogy mennyibe kerültek a TV spotok. Összességében 107 millió forintot fizetett a magyar állam ezekért a felületekért, ugyanakkor azt is látni kell, hogy azért 1 millió devizahitel van Magyarországon, vagy volt Magyarországon, ez közel 3 millió állampolgárt érintett. 3 millió állampolgárt érintő kampánytevékenység, amely közel 5000 milliárd
forint hitelállományt érint. Ha ezeket a számokat vesszük figyelembe, és azt, hogy több mint 100 000 már végtőlesztettek, és körülbelül 150-200 000 ember az, aki bejelentette a végtőlesztését, de még nem perfektuálódott számára ez a folyamat. Ha ezeket a számokat figyelembe vesszük, és így nézzük ezt a 100 millió forintot, akkor ez egy nagyon hasznosan elköltött közpénz volt. Válaszoltam minden kérdésre, ugye? TV2. Faix Csaba vagyok a TV2-től, szintén a kormány szóvivő úrhoz lenne kérdésem, és részben az Erika kérdéséhez kapcsolódva, hogy rendben, hogy ugye a héten döntenek, de hogy számol a kormány, hogy van-e még a való életben reális esélye, hogy keresztül tud akkor futni ez a folyamat a közalkalmazottaknak, a bankoknál. A másik pedig, hogy van-e arra valamilyen reakciója a kormánynak, hogy lényegében elfogyott a forinthitelezés, vagy megállt a forinthitelezés Magyarországon, ami pedig van, az 15% fölötti kamattal érhető most már csak el. A még két rövid téma, a másik az a kórházak, ugye mióta a Rácienő kórházszövetség elnöke azt mondta, hogy az államkincstár kezeli a folyószámláikat, ez összességében a kórházaknak 1 milliárd forint veszteséget okoz, egyfelől az átutalások drágasága, másfelől az elmaradt kamatok miatt, hogy ezt visszakapják-e a kórházak, számoltak-e ezzel, illetőleg tud-e nekünk mondani valamit az Etiópiában meghalt két magyar turistával kapcsolatban? Köszönöm. Három kérdés a kérdésének a első részével kapcsolatban, amit ön felvázolt, ez egy helyzetértékelés. A kormány szóvivő a kormány döntéseit van hivatva kommentálni. Várjuk meg a kormány döntést ebben a kérdésben. A kormány álláspontját akkor tudom önnek ezzel kapcsolatban kifejteni. Azt tudom megerősíteni ismételten, hogy a héten, a kormányülésen a kormány dönteni fog ebben a kérdésben. A kérdésének második része, ugye a magyar kormány nagyon határozott szándéka volt a 2011-es év utolsó negyedévében, hogy az állam azokat a köztartozásokat és azokat a tartozási láncokat mindenképpen felszámolja, amelyben az állam szerepet vállalt, így 27 milliárddal segítette meg a kórházak tartozásait, és ez nagy mértékben segítette a kórházakkal kapcsolatban lévők körbetartozási helyzetén. Az is világos, ugye, hogy a megyéktől az egészségügyi intézmények államhoz való kerülése következtében az állam az, amely ezen intézményeknek a gazdálkodását valamilyen módon, ugyanúgy, ahogy egyébként az adósságállományát is örökölt és összevonja, ennek számtalan előnye van, többek között az, hogy ezen kórházakkal kapcsolatos adósságállománnyal kapcsolatban egyben tud a kormány tárgyalni, és sokkal kedvezőbb pozíciót tud elérni, tehát a végső egyenleg az sokkal kedvezőbb, mint amit a kórházszövetség vezetője felvázolt. A kérdésének harmadik része pedig a... Igen, ezzel kapcsolatban a miniszterelnök szóvivője ugye adott ki egy közleményt. A miniszterelnököt folyamatosan tájékoztatja a külügyminisztérium és a terrorelhárítás, és a miniszterelnök úr szóvivője valószínűsíthetően a mai nap délutánján sajtótájékoztatót tart ebben a kérdésben. Csávás Sándor, MT. Egyetlen technikai kérdésem lenne kormányszóvivőhoz, nevezetesen a Malév ügye szerepelni fog-e a kormányüléseken ezen a héten? Köszönöm szépen. A Malév ügyéről tárgyalt a kormány, ennyit tudok önnek mondani. Nem, ennyit tudok ebben kapcsolatban mondani az ügy minősítése kapcsán. Parancsoljon. Az, hogy az igazgatóságoknál, pontosabban a felügyelőségeknél, a Vidékfejlesztési Minisztériumnál és az intézményeinél jelente majd esetleg bármiféle fennakadást a munkában a közszférából való elbocsátás, a másik pedig, hogy a fagykárt szenvedett gazdák, termelők mi módon, mekkora segítséget kaphatnak. Köszönöm. Köszönöm. A létszám leépítés a kormány határozatban foglaltak szerint történik a Vidékfejlesztési Minisztériumnál és valamennyi háttérintézményénél. Átszervezésekkel, a hatékonyságot növelő intézkedésekkel biztosítjuk azt, hogy mind az ügyintézés, mind a legkülönbözőbb feladataink ellátása zavartalan legyen. Fagykár térítéssel összefüggésben már az elmúlt évben egy támogatási előleget, egy gyors
kifizetést tudtunk végrehajtani. A fagykárosultak megsegítésére vonatkozó hitel a véglegesítés előtt áll. Ezen dolgoztunk, a fejlesztési bankkal, illetve a parlamenti képviselőkkel megvoltak az egyeztetések, úgyhogy remélem elő részletekben menően tudjuk hamarosan tájékoztatni a gazdákat és a közvéleményt. Egyetlen egy kiigazítás, illetve hozzátétellel élnék. Alapvetően munkahely megszüntetésekről van szó, és nem létszámleépítésekről, hiszen ennek a számnak több mint a fele az be nem töltött státuszok fel nem töltése a központi közigazgatás részéről. A második fele pedig alapvetően, ahogy miniszter úr is utalt rá, a racionalizált működésből fakadó létszámfelesleg. Parancsolja. Kis Melinda vagyok a Napi Gazdaságtól, és ha már a kormány szóvivő úr szóba hozta, akkor úgy érdekelne, hogy mennyit szán a kormány erre a gondoskodó elbocsátó programra, illetve hogy hány álláshelyet tud mondjuk állami vállalatoknál felajánlani a most elbocsátásra kerülő közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek. A másik kérdésem a miniszter úrhoz, illetve tulajdonképpen mindkettejükhöz szólna. A Darányi tervben szó volt arról, hogy az MFB hitelezését agrárfinanszírozás témakörben egy kicsit felpörgetnék. Ez mondjuk mikorra várható? A kérdésnek első felére válaszolva, a kormány világosá tette azt, hogy az elsődleges cél az, hogy az állam által foglalkoztatott, egész társadalmat tekintve az állam által foglalkoztatottak tömegéből minél nagyobb munkavállalói mennyiség, ha mennyiben ezt a csúnya kifejezést használtam, kerüljön a piac által foglalkoztatott társadalmi csoportba. Éppen ezért ezt a célt szolgálja az a Career Hit program, amely az államtól megváló munkaerő, illetve munkavállalók számára nyújt egy olyan típusú támogatást, hogy azok a munkaadók, amelyek a piacról őket alkalmazzák, nagyon jelentős járulékkedvezménybe részesülnek. Itt nincsen ilyen felső pénzügyi korlát megszabva, hanem mindig a, mondjuk azt, hogy most jelen pillanatban a központi közigazgatásból kikerülő munkavállalók, amennyiben el tudnak helyezkedni a piacon, ilyen és ilyen kedvezmény tömeggel tudnak belépni a piaci munkaadójukhoz, és ez a munkaadót ösztönzi arra, hogy alkalmazza őket. Egész pontosan, amikor Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr tavaly decemberben beszélt erről, akkor meghatározta, hogy legalább 50%-os járulékkedvezményről beszélünk. Agrárhitelezés a Darányi tervben is egy kiemelt feladat, kiemelt terület, és nincsen a világon olyan mezőgazdaság, amely ne hivatkozna arra, hogy kedvezőbb hitelezési feltételekre lenne szükség a gazdálkodáshoz. Magyarországon pedig évtizedes, de lehet, hogy még hosszabb távra visszatekintő probléma a mezőgazdaság forrás hiánya. Az elmúlt másfél évben egyébként egy komoly előrelépést értünk el, hiszen 4 MFB-s hitel konstrukciót is sikerült létrehozni. Ezt ha összehasonlítjuk korábbi évekkel, 6-8 évre volt szükség ahhoz, hogy ennyi új hitelfajta segítse a gazdálkodókat. És az elmúlt esztendőnek egy fontos előrelépése volt ezen a területen a Széchenyi Agrár hitelkártyának a megszületése, amely érthetetlen módon korábban nem állt a gazdatársadalom rendelkezésére, míg más vállalkozások, más szektorok ezzel tudtak élni. Ez egy új korszakot is jelent egyben, hiszen egy rugalmasan kezelhető folyószámla hitelhez jutnak, jelentős összegű folyószámla hitelhez jutnak a agrárvállalkozások. Jelenleg is több hitelfajtán dolgozunk, hitelkonstrukción dolgozunk, ezek közül én az állattartás segítő hitelt szeretném kiemelni. Bízom benne, hogy hamarosan erről is tudjuk tájékoztatni a közvéleményt. Parancsolja. Annyi, hogy az egyik kérdésemre nem kaptam választ, ez pedig a forint hitelezésnek a egyfelől a megnövekedett kamata, tehát hogy most már 15% százalék fölött vannak, illetve hogy mindösszesen 2 bank ad forint hitelt ma már. Nem akarok kötözködni, de a válasz megvolt, tehát ez egy helyzetértékelés, én pedig a kormány döntésével kapcsolatban vagyok hívott a tájékoztatást nyújtani. Ja, azt hittem, hogy ez arra vonatkozott, hogy másfél hét alatt nem fut át egy hitelkérelem. Hát a unblock az egészre vonatkozott. Utolsó kérdés.
Bocsánat, visszatérek a Hungarikumhoz, valószínűleg ez jobban érdekel. Miniszter úr, mi az az 1-2-3 legfontosabb kritérium, aminek jellemezni kell majd a Hungarikumokat? Legyen az termék, szellemi termék, szolgáltatás. A másik, ha pedig valamilyen termék bekerül a Hungarikumok gyűjteményébe, tehát Hungarikummá válik, ki is kerülhet-e és hogyan? A magyarsághoz kapcsolódó, a magyarság szellemi, kulturális, művészeti, gazdasági örökséghez kapcsolódó tárgyak, szellemi és kulturális javak, szokások, jelképek, nemzettudatot megtestesítő alkotások, ez az a kritériumrendszer, amelybe be kell, hogy illeszkedjen az adott érték, nemzeti érték, akkor lehet Hungarikum, hogyha ezeket a kiemelkedő tulajdonságokat hordozza. Ha pedig elveszíti, akkor kikerül ebből a körből. Ahogy említettem, a Hungarikum a legmagasabb szint. Abban nem csak élelmiszerek tartozhatnak, hanem szellemi javak, alkotások, már felsorolt kategóriák. A magyar termék az kifejezetten egy élelmiszeriparra vonatkozó szabályozás, tehát élelmiszereket tartalmaz. Minden további nélkül lehet Hungarikum olyan termék, amely nem magyar alapanyagból készül. Például külföldi alapanyagból készülnek például az édesipari termékek jelentős részben, mert Magyarországon mondjuk csokoládét, kávét nem termelünk. Az ezekből készített édesség, én nem mondok most egyetlen sem szándékosan, ezekből készített édesség lehet, hogy Hungarikum, mert a nemzeti kultúrának, az étrendnek a része, évszázadok óta már adott eljárásként készítik, minden további nélkül lehet Hungarikum, de attól alapanyagai tekintve, mivel nem magyar termék, nem a magyar termék kategóriában van, fölötte van. Ez nem volna az értékéből egyébként, sőt, a Hungarikum van az értékpiramisnak a csúcsán. Hogy már említettem, tágabb kategória is, mint az élelmiszerek. A magyar termékrendelet is megkeresi erre a megoldást, mert a import alapanyagból készített komoly értéket képviselő élelmiszerek hazai feldolgozású termékként meg tudnak jelenni. Tehát a magyar szellemi tőke, a kézügyesség, a termelési kultúra, a feldolgozásnak a kultúrája megjelenik ezekben a termékekben, és ezt megfelelően a termékrendelet és a védjegy, amely ezeket a fogyasztó számára megjeleníti, tükrözi. Ugyanakkor nyilván kell határokat húzni, ahogy említettem, ezt a megoldást választottuk, hogy a Hungarikum törvény, amely a értékpiramis tetején van, azt be tudja fogadni, azokat a termékeket és javakat, élelmiszereket, amelyek alkalmattán nem is magyar alapanyagból készülnek. De kötődnek a magyarsághoz, az értékhordozók részei a mindennapoknak és a történelmünknek egyaránt. Megköszönöm miniszter úrnak a részletes tájékoztatást, önöknek a figyelmet, és további szép napot kívánok. Köszönöm.